Hello mindenkit, viccelek, és az OVF, azaz nem akkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt nem lesz más, mint a Dota 2 nyereményjátékomnak a lezárása és egyben sorsolása is. Na, előtte még el kell mondjak egy fontos dolgot. Ok, ez is megtörtént, bocsánat. Tehát előtte még el kell mondjak egy fontos dolgot, ami pedig nem más, mint az, hogy létrehoztam a Facebook... a saját Facebook profilomat, ami ugye viccelek hivatalos névre hallgat. Ez lenne az, viccelek hivatalos. Jelenleg ez még nem tudom mennyire fog beválni, illetve mennyire fogjátok használni. Amit el kell még, hogy mondjak, az, hogy nem vagyok annyira nagy ilyen Facebook kocka meg ilyenek, tehát nem vágom, hogy miket tudok. Lehet néha majd lesznek kérdéseim is ide kitéve, hogy mondjuk mivel lehet ezt meg azt megcsinálni, mert komolyan mondom, én nem vagyok ennyire nagy kocka, meg ilyesmit a Facebook előtt, inkább ilyen Steam-es játékok, stb. Szóval, hogyha lehet, akkor mindenki jelöljön be engem még ma a viccelek hivatalos névvel rám keresve, illetve a leírásban lesz egy link, ami pedig rögtön ide fog dobni az én oldalamra, és már megjelölés ismerősként is lehet. Ennyit fogtok valószínűleg látni, de idővel majd még elintézem itt a dolgokat. Igen, tudom, pixeles kép, stb. Ez még csak egy ilyen kis alapdolog, hogy kiraktam a képemnek, mert hogy ugye ez az én alapképem, YouTube-on is, Skype-on is, aki engem nézen bejelölt itt ott, az vágja. Szóval ez lenne maga hivatalos, ki is írtam egy ilyen kis bejegyzésnek, vagy kommentnek azt, hogy minden másik viccelek, vagy rám hasonlító profil nem az enyém. Nem azt mondom, hogy kopi, lehet, hogy éppenséggel az, de az a lényeg, hogy nem az enyém, és ne várjatok attól semmit. Mindenféleképpen engem ma mindenki jelöljön be, vagy mondjátok el minden nézőnek, haverotoknak, hogy már megvan a Facebookom, jelöljön be engem mindenki, eléggé fontos lenne nekem. Mert akkor itt tudjátok tőlem kérdezni, pedig itt rögtön válaszolok nektek, amint csak tudok. Szóval ezen az első rész. Második pedig, ami már számotokra is fontos, nem más, mint dopergés, a sorsolás. Szóval, először is nézzük meg a kérdéseket, ami ez lenne. Milyen játékkal foglalkozott az első, tehát sorban megmondom a megfejtéseket. Az első videóm az a Minecraft-tal foglalkozott, az C. Ami igazából egy szép kis smiley-t is kiad nekünk, C az. Hát melyik videóm óta nézel, akkor ugye ezt nektek kell tudni megválaszolni. Akkor ez az, amit legtöbbször elmondok, az nem más, mint a Deros, azaz A megfejtés, ezt szerintem mindenki tudta. Minek a rövidítés az UVF, mint ami minden videónak az elején is ott van, unatkoztam, videóztam és feltettem. Ez az, amitől tulajdonképpen többek között egyedi vagyok, hogy ez az én saját kis beköszönésem. Melyik az a játék, amelyről nem volt videóm? Ugye aki néz engem, az vágja. Hát ez a a Half-Life, azaz a B megfejtés, ami megint csak kiad egy smiley-t. Szóval ez a B megfejtés, a Half-Life, arról nem volt, még csak terveztem, még csak beta verziós volt, vagy pont, hogy alfa. Na mindegy, úgyhogy arról nem volt Half-Life B. Aztán hány éves vagy, ezt neked kell tudnod, melyik sorozatomat szereted a legjobban, neked kell tudnod, miért néz engem, neked kell tudnod. Ezek ilyen egyéb kérdések, hogy egyéb okok miatt ezt nekem tudni kell. Aztán mit gyűjtök én? Megfejtés B. Radírokat, ezt szerintem már mindenki tudja, ez a másik, amintől még egyedi vagyok. Érdekes, de én nagyon-nagyon szeretem a radírokat gyűjteni. És az extra kérdés, ami nagyon-nagyon-nagyon sokan elbuktak, ugyanis nem tették meg, amit én javasoltam, méghozzá azt, hogy nézzétek végig a kérdezfelelek válaszolós videókat. Szóval az oké, és ugye alapból azért az a nevem, hogy viccelek, mert szeretek viccelni, még ilyenek, de még el is mondtam, hogy nézzétek meg, mert nem ez lesz a megfejtés, hanem miért pont ez lett a nevem. Azért, mert már 2-3 éve ezt használom, amikor is Csébe ugye elkezdtem játszani, bekerültem egy nagyobb szervercsaládhoz, ami ugye azt jelenti, hogy több szerverből álló ilyen kis dolog, és ugye ott már picikét hírnévre tettem szert, amelyre ugye tudtam hivatkozni, amikor mondjuk másik szerverhez kértem TGF-et, hogy mondjuk hogy itt már admin voltam, van admin tapasztalatom, stb. És alapból ez a hírnév, ez így jött velem tovább Skype-ra is, illetve YouTube-ra is, úgyhogy ezáltal a YouTube-os pályafutásomat is így kezdtem el, hogy ezzel a névvel. Úgyhogy ezt a megfejtést fogadtam el, sajnos csak is. Úgyhogy összesen 26 darab jó megfejtés született, és összesen 160 valamennyien jelentkeztek, 168 nagyjából, ebből 26 jó válasz lett. Volt, aki már az első kérdést elrontotta, volt, aki az összeset, volt, aki csak egyet tudott, volt, aki annak egyeset tudott, szóval nagyon-nagyon random volt az egész.
De ami nekem fontos lett volna, azt megtudtam belőle, illetve ami nektek lett volna fontos, azt pedig ti tudtátok meg. Akkor a válaszokat már tudjátok, nézzük is a nyerteseket. Sorba szépen kigyűjtöttem, úgyhogy ezt ki is másoljuk, és ezt az oldalt fogom használni, a random.org-ot a randomizálás végrehajtásához, ami pedig nem fog máshogy kinézni, mint hogyha esetleg valaki nem ismeri, de be kell írni sorba a neveket, már meg is tettem egy kis, vagyis hát két gomb lenyomásával, Ctrl-V. És amint rákattintok arra, hogy randomiz, az első nevet, tehát meg lesznek számozva sorba, hogy 1-26-ig, és hirtelen, mint olvastam volna itt egy vicceleket. Tök poén lett volna. Ja nem, Vince, oké, bocs. Szóval meg lesznek számozva 1-2-3-4-26-ig, és az első nevet fogom mindig kimásolni, és az lesz az első nyertes. 5 darabot fogok randomizálni, tehát nem az első 5 lesz a nyertes, hanem 5 külön randomizálás során létrejövő név lesz a nyertes. Egy ember kétszer nem nyerhet, tehát két egyező név nem lehet, aki nyert. Aki már nyert, azt kihúzom, szóval ezáltal se lesz több. És hát igen, mondom, mindig az első fog nyerni, aztán pedig újra az egészet. Úgyhogy nézzük is az első nyertes számot, ez az első nyertes embert. Dopergés, dopergés, és nézzük is. Az első nyertes pedig Kállai Bence. Nézzük is meg, sőt, jó, ezt imásolom ki. Kállai Bence, igen, egyébként téged még a vége felé javítottalak, tehát eléggé friss volt még az üzeneted, de ez van, nyertél egy eredeti Dota 2-s prémiumos játékot. Aztán go back, menjünk vissza. Ezzennel Kálai Bencét ki is húzom, ki is radírozom. Szeretem a radírokat. És jöhet is a következő. Szóval randomizálásra fel újra. És nézzük ki a következő doppergést, kérek doppergést. Szorítsatok nagyon, hogy nyerjetek. Nézzük a következőt. És ó, és az első, vagyis hát a második nyertes, Beru File Bernát. Remélem, hogy tényleg valós személyek vagytok, és át fogom tudni adni a nyereményeteket. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok neked is, te vagy a második, aki még nyert. De még van 3 esélyetek, hogy nyerjetek. Go back, menjünk vissza, és készüljünk fel a következőre. Ó, pont tiéd volt az első név. Az mákos. Oké. Akkor. Így. Igen, jön a következő, a harmadik nyertes, egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki lesz az, de szorítsatok, hogy ti legyetek azok, illetve szurkolok mindenkinek, hogy nyerjen egy jó kis Dota játékot. Hát nézzük a következőt, azaz sorsolása fel, harmadik kör. A következő nyertes, Bubi Bozó. Érdekes név, remélem nem csak kitalált. Oké, tovább a következő. Ja, és még annyit még megjegyzek, ugye holnap lesz az átadás, amennyiben valaki 3 napon belül nem tudja átvenni, és kiderül valakiről, hogy mondjuk kétszer, vagy esetleg többször játszott, azaz több ilyen karakterrel csinálta a dolgokat, akkor az rögtön így kiállításra került, tehát ő már is elveszte a játékát, illetve hogyha valaki valami hülye nevet adott meg, és kiderült, hogy mondjuk nem is létezik, akkor az azért veszti el, tehát ugye 3 napon belül nem tud átvenni. Illetve, amennyiben valakinek már van ilyen játéka, azaz Dota 2-je, az kiesik a sorsolás, ugyanis nem szép dolog azért másról elvenni a lehetőséget, hogy megnyerje önmagának. Szóval igen, kihúzzuk őt is. De amennyiben tényleg nem lesz jó ez a sorsolás, illetve nem lesznek meg a tényleges nyertesek, újra fogok sorsolni, amíg meglévő akármennyi helyre. Tehát remélem érthető, hogyha valakinek már megvan a Dota, akkor azt nem adom oda neki még egyszer, hanem azt újra kisorsolom. Ennyi. Jó, nézzük a negyedik nyertest, már csak 2 darab nyertesünk lesz, úgyhogy vajon ki lesz a következő? Mindjárt kiderül. Várjunk, kihúztalak már téged? Azt hiszem igen, emlékezett kiesés forever. Na jó, akkor nézzük a következőt, sok sikert, és hajrá! Következő, Márk Szabó. Na, az jó, biztos, te már úgy normális névnek tűnsz, nem csak egy kitaláltnak. Rendben, akkor ki is húzlak, mert te elmondhatod magadról azt, hogy megnyerted az egyik dotát. Következő és egyben utolsó.
Na, hát itt dől el az, hogy ki lesz az utolsó, aki már megnyeri a dotát még utoljára is. Tök mindegy, hogy te vagy, aki utoljára nyerte meg, de te is megkapod. Úgyhogy, hát remélhetőleg örülni fogsz neki. Mindjárt ki is derül, hogy ki volt az. Úgyhogy doppergés, utolsó dota. Nézzük csak, de még mielőtt az utolsót kimondanám, azaz megnéznénk, elmondok valamit. Szóval most jelentkeztetek, sokan esetleg nem kerültetek be a sorsolásra, de aki esetleg bekerült és nem nyert, annak mondom, hogy nem kell elkeserődni, mert későbbre majd még várható valami nyereményjáték, amelyel játékot sorsolok ki. Úgyhogy ezáltal nem kell elkeseredni, kövessétek videóimat, és még lehet számítani további nyereményjátékokra, és iratkozzatok fel rám, lájkoljátok videóimat, minden. Úgyhogy mondom, kövessetek továbbra is, és nem érdemes ezt a videót most azért diszlájkolni, mert esetleg vesztettetek, nem lesztek azzal előrébb semennyivel se. Esetleg csak itt izgultatok, hogy hát, ha nyertek, de hát most tök mindegy, tehát ez nem volt garantált ez a nyeremény, 5 random személy nyeri meg. Szóval, hogyha nem nyerted, akkor csak keseredj el, mert majd még lehet, hogy tervezek ilyet. Na jó, akkor ezt elmondtam, nézzük az utolsót, de előtte egy kis reklám. Ja, nem, ez csak a tévében van így. Úgyhogy itt most szerencsére a reklámot átugorva nézzük az utolsót. Most már szerintem mindenki izgulj, vajon ő is benne lesz, doppergés, doppergés. És nézzük a következőt, aki pedig nem más, mint... Nézzük. Vas László. Ja, te már normális névvel szerepelsz, mint a Szabó Márk is. Úgyhogy igen, te is részt vettél és nyertél, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a részvételt. Akik még közel lettek volna a nyereményhez, így az utolsóban, az a Kova, Tamás Vajda. Ja, és meg annyit, tényleg a Tamás Vajda is jelentkezett, illetve jó kérőlapot is írt, vagyis hát válaszokat írt. Még annyi, hogy ezt amikor olvastam, ő írta nekem azt, hogy ő volt az, aki még kérdezte annak idején, hogy miért pont viccelek a nevem, úgyhogy tök poén, hogy ő is pont jelentkezett, és hát idáig bekerült, úgyhogy majdnem te is nyertél egyet, de nem sokan múlott tényleg. Köszönöm nagyon-nagyon szépen mindenkinek a részvételt. Akkor amit még kérek az, hogy mindenki jelöljön be engem a viccelek hivatalos néven, illetve a leírásból megnézheti egy a Facebook linkemet, vagy channelemet, vagy ezt hogyan kell mondani Facebookosan, illetve kettő, az 5 darab nyertest, akit már másolok is ki, és már megy is fel mindjárt YouTube-ra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a részvételt, remélem örültök, és pár boldog pillanatot szereztem azzal, hogy kisorsoltam ezeket a játékokat. Tehát a nyertesekkel pár perc múlva felveszem a kapcsolatot e-mailben, és megpróbálom átadni nekik minél hamarabb. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt, és hát sikerebben gazdag új évet, de az még azért odébb van, viszont holnap van karácsony, úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt, és hát sok boldogságot, stb. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek ezt a kis videót, hogyha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, és mondom, hogyha nem nyertetek, akkor se keseredjetek el, úgyhogy hát igen, köszönöm a figyelmeteket, legközelebb visszatérek, talán egy újabb nyereményjátékkal majd kiderül, viszont addig is, sziasztok!